Jogalődünk a Kecskeméten és térségében vízikörmű szolgáltatást végző Észak-Bács-Kiskuményi vízművált 1950-ben alakult. Ezt követően a Bács-Víz Rt. Magyarország első vízikörmű szolgáltató részvénytársaságaként 1991. december 31-én jött létre elsőként. A térség 31 településén ivóvíz és csatorna szolgáltatást, szennyvizelvezetést és tisztítást végzünk, mintegy 235 ezer lakos részére. Az ivóvízellátás területén teljesnek tekinthető a térség kiszolgálása. Előttünk áll a uniós csatlakozás, uniós jogharmonizáció miatt a új vízminőségi feltételeknek megfelelő vízminőségjavító program, mely 17 települést érint a 31-ből. Nagyon jelentős fejlesztés, nagyon fontos feladatot jelent számunkra a szennyvízelvezetés tisztítás bővítése. Kecskemét ugyan viszonylag jó helyzetben van, hiszen 60% körüli ellátottság, az összes többi településen ezen sokkal rosszabb. A 31 településből össze 90 van szennyvízelvezetés és tisztítás. Mindezt a feladatot 581 ember látja el, ennyien dolgoznak a cégnél. Várhatóan a létszám csökkenni fog, hiszen a technológiai vagy informatikai fejlesztések eredményeként kvalifikáltabb, képzettebb, az automatizált műszaki rendszereket, ellátó rendszereket működtetni képes emberekre, alkalmazottakra van szükségünk. Ez egy olyan tendencia, amelynek soha nem lesz vége. A legfontosabb az, hogy ehhez megfelelő partnereket találjunk, a tulajdonos önkormányzatok, a hatóságok, felületi szerveink, szakminisztériumok, és hát azok a fogyasztók, akik mindezt élvezik, reményeink szerint pozitívan értékelve a szolgáltatásunk minőségét. A cég rendelkezik ISO minőségbiztosítással, mert 5 éve akkreditált laborral. Akkreditált labor működési feltételeit a Nemzeti Akkreditáló Testület nagyon szigorúan meghatározza. Nyilván ez már megfelel az uniós jogharmonizációban elmért feltételeknek is. Egy atomabszorpciós spektrofotométer akkreditált laborban nélkülözhetetlen, és bizony ezek több 10 millió forintba kerülnek. Tavaly január 1-én életbe lépett visszerhelyési díj, a kapcsolatos törvényi előírások miatti finanszírozási lehetőségek egy kicsit javultak. A mi területünkön az érintett települések, mint említettem, 17, nagyságrendje beruházást illetően mintegy 4,3 milliárd forint. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy integráció lenne. Nem igazán járható dolog, hogy ma Magyarországon mintegy 400 üzemeltető található, nagy valószínűséggel az optimum néhány 10 lenne talán. Fontos lenne, hogy ezek az üzemeltetők rendelkezzenek azokkal a technikai, technológiai, személyi és gazdálkodási feltételrendszerrel, amelyek egy kiegyensúlyozott és tényleg az Unió által joggal elvárt színvonalú vízikörmű szolgáltatást tudnának biztosítani, mind az ivóvízellátás, mind a szennyvízelvezetés területében. Szinte forradalmi változásokat érünk meg mostanság, hiszen Kecskeméten és mellette még 3 települést is érintően elindul napokon belül talán egy 10 milliárdos ISPA projekt, ami a szennyvízelvezetés tisztítás teljes vertikumát jelenti a fogyasztótól a végtermék feldolgozásáig és hasznosításáig. Ezek fantasztikusan nagy szakmai sikerek. Fontos lenne, hogy ez kibővüljön olyan területen is, mint például a megújuló energiaforrások esélyének a fölkeresése, hiszen ez bioenergiát jelent, hiszen a térség számára a szennyvízből készült komposzt talajerő utánpótlást jelent. A leglényegesebb az lenne, hogy a magyar víziközmű szolgáltatás szakmai színvonal egy európai színvonalnak megfelelve, de ugyanakkor a fogyasztói oldalról és a társadalmi oldalról is elvárt harmóniában tudna működni.